Itt nyugszik az a 10 hős, aki életét vesztette, amikor 1944-ben az orosz seregek megpróbálták bekeríteni a német és a magyar királyi hadsereg katonáit. Az ütközet mindössze 2 napig tartott, és egy rövid időre győzelmet jelentett az oroszok ellen. 1944. október végén egy kis csapat feltartóztatott itt egy hatalmas orosz áradatot, aminek az volt a következménye, hogy időt nyertek. Időt nyertek nem csak maguknak, hanem azoknak a visszavonuló magyar, illetve német katonáknak, akik így a Tisza túloldalára tudtak átvonulni. 150 ezer embernek nyertek időt és életet. Erre emlékezünk, és 1984 óta minden alkalommal eljövünk, és leróljuk a hálánkat előttük. Azok előtt, akik hősi halált haltak, és azok előtt is, akik a csatába csak megsebesültek, illetve azok, akik ezt túlélték. A rendezvényen elhangzott, az ütközetben 5-6 ezer ember vett részt az óriási orosz sereg ellen, és ezzel a hősi tettel egy kis időre sikerült megállítani az oroszok Budapest irányába nyomulását. Amikor vége tért a csatának, akkor helyi görög katolikus tiszteletes segítségével, közreműködésével itt temették el a dózsaszőlői temetőben a halottakat. A emlékezés nagyon érdekes, hisz sokáig nem lehetett erről beszélni, csak néhányan nem tudtak róla, hogy itt a temetőben nyugszik 10 hősi halott. 1984. októberében Vitéz Kovács Tibor, az akkori parancsnok kezdeményezésére a helyi király telekiek, nyír telekiek egy emlékhelyet alakítottak ki. Ekkor 1984-ben került kereszt mind a 10 katona sírjára, valamint egy emléktábla rajta a hősök neveivel. Azóta minden évben, október 27-én megkoszorúzzák az emlékhelyet.